emlékeztessen a szentelt víz kerességünkre és Krisztusra, aki az örök élettel megajándékozott minket. Udvardi György pécsi megyés püspök megáldotta a püspöki palotát, annak kertjét, a magtárat és a kertet a magtárral összekötő titkos alagutat. Az újonnan elkészült beruházások pénteki átadásával befejeződtek a pécsi egyházmegye belvárosi épületeinek felújításai. Úr reménységgel teli jövőt ígér mindazoknak, akik hallgatnak az ő szavára. Ezt a reménységgel teli jövőt jelképezi ez az épület is, épületeink is, hiszen több olyan időszak is volt, amikor romos állapotban várták azt a szebb jövőt, hogy amire hivatottak, tudják betölteni. Első látogatásom alkalmával is rom, az elmúlásnak a jelei voltak láthatóak, és nagyon nehéz volt elgondolni, hogy ebből lehet jövő. A teljes, a jövő év tavaszára befejeződő, kiemelt 1,5 milliárd forintos projekt révén létrejön egy új hitéleti, turisztikai és kulturális intézményrendszer, amely a püspökség eredeti hivatásának szolgálatában áll, ugyanakkor képes megfelelni a 21. század magas szintű idegenforgalmi és turisztikai elvárásainak is. A 2000 éves város hálás a polgárainak és a Magyar Katolikus Egyház képviselőinek, akiknek cselekedetei nyomán megvalósul, és újjáépül valami, ami egyedien pécsi, mégis jellegzetesen nemzeti, egyben progresszív. Pécsiként is büszke vagyok arra, hogy most itt lehetek, és hogy körbenézek, és látom azt, hogy mi épült. Őszintén köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában, azt, hogy ma itt állhatunk, és átadhatjuk a pécsi polgároknak ezt a gyönyörű pécsi épületegyüttest. A rekonstrukciók keretében újjávarázsolták a dzsámit, a Csontvári Múzeumot, a Káptalan utcai Martinházat, a Székesegyház délkeleti tornyát és a bazilika tetejét is megjavították. A következő hónapokban a kiállítótereket rendezik be, a restaurált műtárgyakat elhelyezik, illetve a felújított tereket bútorokkal rendezik be. A tervek szerint 2015 tavaszára a pécsi püspökség turisztikai szolgáltatásai a nagyközönség számára is elérhetővé válnak.